Sziasztok! Ma 2017 első haul videóját hoztam nektek, vagyis ami az én csatornámat illeti első haul videó, és most nem a szokásos ruhás dolgokat fogom nektek megmutatni, hanem lakásdekorációs termékeket, és az az igazság, hogy én sokkal jobban szeretem nézni is az ilyen videókat, illetve az ilyen dolgokat összességében jobban szeretem, mint a ruhákat, úgyhogy lehet, hogy több ilyen dolgot kellene vennem, mert most a ruhák kicsit túlsúlyban vannak. A lényeg az, hogy ezúttal a butorain.hu webáruházból válogattam, és róluk azt kell tudni, hogy ők közvetlenül a gyártótól szerzik be a termékeiket, ezért jóval olcsóbban lehet hozzájutni jó pár dologhoz náluk, mint a többi üzleten keresztül. Az abszolút kedvencemmel fogom kezdeni, és amint megérkezett ez a rendelés, már alig vártam, hogy ezt megmutathassam nektek. Tada! Már nagyon régóta szerettem volna magamnak egy ilyen kis hordozható kávés, bögrét, per termoszt, nem tudom, hogy ennek mi a neve. A lényeg az, hogy tényleg tökéletesen ilyet szerettem volna. Nagyon-nagyon tetszik ez a színösszeállítás, és ráadásul ez még 100%-ban környezetbarát is, ugyanis újrahasznosított anyagból van előállítva. Maga a pohár része bambuszból készült. A felső része, illetve ez a sáv, ez valamilyen szilikonos anyagból van, úgyhogy tök jó megfog, mert nem csúszik ki a kezedből. Ha jól emlékszem, és ha jól tudom, akkor ez a 3 decis változat. Nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy ennek nagyon örülök. Beszereztem még egy pohár alátét szettet is, ami ilyen francia kártyalapokból áll, és ez szerintem tipikusan azért nagyon jó választás, mert ez a fiúknak is tetszik, szóval ez egy olyan dísze, egy olyan praktikus dísze lehet a lakásnak, ami a fiúknak is tetszik, meg a lányoknak is. Legalábbis nekem nagyon megtetszett, és szerintem ez a barátomnak is tetszeni fog. Úgyhogy ez egy ilyen tök jó kis szett, csak 1500 forint volt, úgyhogy szerintem ez egy ilyen kis hasznos kis darabja lesz a lakásnak. A következő néhány dolog az eléggé egy stílusban mozog. Ha jól tudom, akkor ennek a stílusnak, vagy mintázatnak a skandináv stílus a neve. És beszereztem ebben a skandináv stílusban néhány képkeretet. Egyrészt vannak ezek a sima álló képkeretek. Ez is, ha jól emlékszem, akkor 1500 forint darabja, és ahogy láthatjátok, akkor stílusban elég hasonló darabokról beszélünk, mégis mindhárom mintás, de nem üt el egymástól, szóval annak ellenére, hogy különböző mintájúak, tök jól lehet egymás mellett is tárolni őket, úgyhogy nekem nagyon tetszett az, hogy mégiscsak nem ez a megszokott, hanem valamennyi kis játékosság is van benne. És ugyanezen a vonalon maradva még egy ilyen képkeret szett, ez a falra rakhatós, és ahogy láthatjátok, 3 képet lehet beletenni, és az különösen tetszett nekem, hogy a két szélső az egy ilyen csipeszes verzió, szóval például akár ha nem képet szeretnél beletenni, hanem mondjuk valami emlékeztető kis szövegecskét, bevásárlólistát, stb., akkor arra is tök jó használható, úgyhogy ez szintén szerintem tök jó pofa. Ebben a kategóriában az utolsó dolog, és ez is ilyen skandináv mintájú, remélem jól mondom, és nem így a videó végén fogok rájönni, hogy rosszul mondom, ez a kulcstartó dobozka, aminek az eleje képkeret, de valójában egy kulcstartóról beszélünk. Szóval, ha a kulcsaidat egy ilyen kis esztétikus módon szeretnéd eltüntetni, akkor azt hiszem ez a megfelelő módja annak, és a többi képkerettel együtt szerintem nagyon-nagyon szép egyensúlyban lesz a lakásban, úgyhogy tök jó, hogy ez a szürke, illetve ez a sárga színkombináció több helyen is elő fog bukkanni, ez nekem nagyon megtetszett. Na, és ha már a falra rakható dolgoknál tartunk, akkor itt van még ez a home feliratú kép is, aminek az a különlegessége, hogy a home felirat mögött LED világítás van, és ez egy ilyen kis enyhe fényt ad és úgy világít, ami nekem nagyon megtetszett, főként abból a szempontból, hogy így videóknál majd a háttérbe berakva szerintem ez tök jól fog mutatni, és viszonylag kevés ilyen dolgot láttam még itthon, mármint Magyarországon az üzletekben, úgyhogy örülök ennek, hogy megláttam itt a butorain.hu-n, úgyhogy majd szerintem viszont fogjátok látni valamelyik videómban. Ha pedig elindulunk a konyhába, akkor először is van itt ez a kis teatartó kis dobozka, amiben ahogy láthatjátok 4 különböző kis rekeszecske van benne, úgyhogy akár mondjuk ízek szerint szét lehet benne választani a teákat, vagy ha mondjuk nem teát akarsz benne tárolni, akkor is tök jó, hogy kategóriákra tudod osztani, de tea felirat van rajta, úgyhogy azért érdemes teát tárolni benne,
egy ilyen kis jópofa, kis aranyos kis szívecske is van rajta. És ha a konyhába ez még nem lett volna elég, akkor nézzétek, mennyire jópofa ez a bögretartó. Én még soha nem láttam ilyet, hogy létezik ilyen bögretartó, de nálam a bögrék igen gyakori használatban vannak, mert tudjátok, hogy én minden nap a reggeleimet egy nagy bögre kakaóval szoktam kezdeni, és tök jó, hogy nem kell a szekrénybe kutatni a kedvenc bögréd után, hanem a kedvenceidet mindig rá tudod tenni erre a kis csajszira, és ezen tárolhatod őket. Szerintem nagyon jó pofa. Aztán itt van az utolsó dolog, amit még ki sem vettem a dobozából, mert elég nagy, egy fali óráról van szó, ami azért nagyon különleges, mert ilyen nagyon érdekes kis geometrikus mintája van, és én nagyon szeretem ezt a stílust, több gyertyatartóm is van már ilyen, úgyhogy ez megint csak azért jó, mert ugyanaz a stílus ismétlődhet a lakás különböző területein, és nagyon tetszik ez a modern, de mégis a picit ilyen régies időket idéző bronzos óarany színe, ennek a két stílusnak a keveredése nekem nagyon tetszik. Tök jó, nincs arról semmi szám, hanem tök letisztult, ez szerintem nagyon jól fog mutatni a falon. Ha időközben minden megváltozott volna, az azért van, mert kettő aksim lemerült annyi idő alatt, hogy elmondjam nektek az elköszönést. A lényeg az, hogy ezeket a dolgokat rendeltem a bútorain.hu webáruházból, minden hasznos linket megtaláltok majd a leírásban. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, és sziasztok!